legfontosabb üzenete ennek az egész mérgező párkapcsolatos dolognak az az, hogy az áldozatnak van egy nagyon fontos feladata. Tehát aki ebben benne van, és úgy érzi, hogy kezd megbolondulni, és úgy érzi, hogy az idegrendszere felmondta a szolgálatot, és a személyisége szétesett, hogy meg tud szabadulni. Tehát meg tudja saját magát menteni. Csak legyen képes, legyen ereje segítséget kérni. Mert a probléma nem vele van. Vele is van probléma, ez tény és való, tehát ezt is ki kell jelenteni, az áldozatok is. Önmaguk problémás személyiségek. De távolról sem annyira veszélyesek a társadalom egészére nézve, mint ezek a szociopata, pszichopata, narcisztikus elmebetegek. Akik viszont olyan helyeken helyezkednek el a társadalmon belül, hogy az ember még véletlenül se gondolná róluk, hogy ők akár rejtett gyilkossági hajlamokkal rendelkező emberek is lehetnek. A skála elég széles. Narcisztikus, szociopata, pszichopata, tehát attól függ, hogy milyen viselkedési sémát mutat. De igen, és az az érdekes, hogy a szavak erejével is lehet ölni. Ez nagyon furcsán hangzik, de ez így van. Verbálisan is meg lehet gyilkolni a másikat. Ugyanis ez az egyik mesteri ördögi technikájuk ezeknek a narcisztikusoknak, hogy olyan kommunikációt alkalmaznak a párkapcsolaton belül, ami a másik szemét teljes egészébe tönkreteszi, leépíti, személyiségileg, mindenileg. És gyakorlatilag eljuttatja egy olyan szintre, hogy elkezd magának feltenni olyan kérdéseket, hogy mi értelme van, hogy ő van, egyáltalán mi értelme az ő életének, van-e értelme bármit is csinálnia, megérkezik az életébe a tökéletes üresség, a tökéletes nihil, és innen már csak egyetlen egy apró lépés az, hogy eldobja magától az életét, vagy elég komolyan elgondolkozzon azon, hogy ezt megtegye. Én eljutottam erre a szintre, és engem segítséggel vissza tudtak innen húzni. De ez egyetlen egy hajszálon múlott. Nekem az életemet mentette meg, hogy az utolsó pillanatban segítségért fordultam, pedig én is úgy gondoltam, hogy életem első több évtizedében mindent leküzdöttem egyedül, ezt is le fogom tudni küzdeni, nem sikerült. És egyáltalán nem bánom, hogy ezt így ki tudom jelenteni, hogy nekem ehhez segítséget kellett kérnem. Ez a büszkeségét az embernek le kell tennie, igen, vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk megoldani egyedül sem. És saját magamtól éreztem, hogy itt valami nem jó. És pontosan ez a furcsasága ezeknek a kapcsolatoknak, hogy aki benne van, az megéli, hogy valami nagyon rossz dologban van benne, és őt gyakorlatilag pusztítják, és szó szerint szinte gyilkolják is, de a környezet ebből semmit nem vesz észre. A környezet ebből azt látja, hogy mind a ketten mosolyognak, mert az áldozat is mosolyog, bár a végén már annyira nem. Tehát a végén már azért úgy föltűnik, de hát ez pedig ugye korunk népbetegsége, a depresszió. Tehát meg senki nem igazán foglalkozik a másikkal, tehát inkább úgy vannak vele, hogy ez nem az én dolgom, ez nem az én ügyem, majd ők elintézik. Tehát ha azt látják, hogy valakinek súlyos problémája van, inkább elfordulnak. Úgyhogy az áldozatoknak, ha lehet így fogalmazni, ezeknek a személyeknek saját maguknak kell kézbe venni a sorsukat. És hogyha segítséget kérnek, amit meg is tudnak kapni, akkor ez a segítség az ő életükbe kerül, és miután végigmennek ezen a folyamaton, utána fognak rájönni arra, hogy gyakorlatilag akkor élnek először. Én idén vagyok 1 éves, pedig már elmúltam 40. Jason McKenzie könyv egy nagyon fontos írás. Azért fontos, talán nem elsősorban azért fontos, mert hogy szakmailag mit ad, hanem azt hiszem, hogy azért nagyon értékes mű, mert a szerző a saját megélt dolgait és a saját útját ajánlja fel követésre és megfontolásra azoknak, akik hajlandóak ezt elolvasni, akik belekeveredtek bántalmazó kapcsolatba, és hát, hogy mintegy kézen fogja őket, és végig tudja őket vezetni egy rögös úton. De bántalmazó kapcsolatban az a borzasztó nehézség, hogy óriási zűrzavarra jár belül, és nagyon rögös az út, amíg az ember egyáltalán felismeri, hogy itt valami ilyesmi történik vele, valami nagyon furába keveredett. Ezek alapvetően eleinte csak az érzései és a zavarodottsága szintjén, a bizonytalanságaiban, a szorongásaiban
tükröződik úgy, hogy még talán minden nagyon jónak is tűnik, vagy minden nagyon jónak hisz. És aztán a dolog kifejezetten pokollá tud válni. McKenzie meg abban nagyszerű, hogy a saját folyamatait úgy olyan őszintén és olyan személyesen hozza be a könyvbe, hogy aki ezt olvassa, és aki hasonló cipőben jár, azt egy kicsit, ezzel, amit mondtam, az, hogy kézen fogja és vezetni tudja, hogy ez mennyi visszaeséssel, illúzióval, mennyi határszabási nehézséggel, mennyi szükségtelen lemondással jár ez a kapcsolódás, és hogy milyen fontos önismereti kérdéseken kell keresztül menni ahhoz, hogy valaki rendbe tegye magát, erőszóval meggyógyuljon. Bántalmazó kapcsolat az minden szinten megjelenhet az életünkben, tehát párkapcsolatban, szülő-gyerek viszonyban, főnök beosztott viszonyban, és hát a közösségeink vezetői is lehetnek bántalmazók, amit csoportként és szétszakadó csoportokként tudunk megszenvedni. Nem egy könnyű téma, mert nagyon a bántalmazás gyakran nagyon rejtett dolog. Olyasmi, ami a magánéletből nem lóg ki, ami a kirakatban nem látszik. Olyasmi, ami egy nagyon személyes szinten, egy nagyon kis, szóval olyan, mint egy kamaradarab, hogy a nézők nem látják, hogy ott mennyi minden pici, finom történés zajlik, ami összezavarja az érzékelésünket. A bántalmazó kapcsolat lényege az, hogy nem ugyanazon játékszabályok szerint vagyunk benne a kapcsolatban. Tehát egy átlagos kapcsolatban az egy jó mondás, hogy próbáljuk mindkét szempontot figyelembe venni, nézzük meg az érem két oldalát, de nem véletlenül az előszóban is úgy fogalmaztam, hogy ha két oldalon egy krokodil, meg a másik oldalon egy hód áll, akkor nem teljesen ugyanazokat a szabályokat követik a magatartásukban. A bántalmazó, attól bántalmazó, hogy eljátsza, hogy ugyanazon emberi normák szerint működik, mint mi, és el tudja játszani egy darabig, aztán egyre kisebb adagokban kínálva minket, hogy gondol ránk, hogy tekintettel van ránk, de valójában nincsen. Ő mindig a maximális érzelmi hasznot próbálja kinyerni a kapcsolatból, és nagyon szeret fájdalmat okozni. Tehát a szenvedés az neki egy nagyon komoly fogyasztási cikk. De ezt nem könnyű megérteni és felismerni, mert annyira hihetetlen egy átlagember számára, főleg egy a bántalmazó által szívesen választott, nagyon empatikus, magasan funkcionáló személyiség számára, hogy a másik nem úgy gondolkozik az emberről, mint ő. Mindig azt várja, hogy de hát már csak meg kell értetnem vele. Ja, nagyon gyakran futunk neki annak, hogy ilyen egyszerű emberi normákat megpróbálunk elmagyarázni, hát hogy így nem beszélünk egymással, vagy ezt nem szabad gondolni, ezt nem szabad csinálni. És amíg ez az illúzió tart, addig a bántalmazott, addig magyarázza a másiknak, hogy de hát ez így nem jó. A kiút során elég komoly feladat, hogy ha itt tényleg egy igazi bántalmazóról van szó, elég komoly feladat azt belátni, hogy itt ez nem fog változni. Tehát, hogy az én kedvemért, az én két szép szememért, ő nem adja fel a bántalmazást, mert részben mert legbelül annyira retteg, hogy a másik kontrollt nyer fölötte, részben annyira élvezi, hogy bánthat. Tehát sokkal erősebb motivációk vezetik, mint az, hogy elhiggye nekem, hogy sokkal jobb lenne neki is, ha másképp csinálná. Legfeljebb pillanatokra történik ez meg. A kiút másik nagyon fontos tényezője az, hogy határokat tudjunk szabni valaminek, ami nagyon-nagyon elmozdult. Olyasmiket adunk fel gyakran egy bántalmazó kapcsolatban magunkból, amiről nem gondoltuk volna, hogy abban mi belemegyünk. Nem gondoltuk volna, hogy ezt megengedjük, meg azt megengedjük, hogy csinálják velünk, vagy hogy leválasztanak minket a szeretteinkről, vagy hogy olyanokat fogunk utálni, akiket nem is ismerünk, csak a másik kedvéért. Szóval nagyon sok határátlépés történik.
harmadik fontos dolog, hogy valahogy vissza kell találni a realitásba, tehát hogy itt mi történik, itt mi a valóság. És a negyedik, de nyilván sok fontos dolog van az, hogy tudjunk felelősséget vállalni saját magunkért, és nem mindig a másik fejével gondolkozzunk. A csapda az, hogy a bántalmazó azt éri el az embernél, hogy mindig azon törjük a fejünket, hogy mi hogyan csinálhatnánk jobban, hogy ő ezt ne csinálja velünk. És állandóan arra kényszerít, hogy mindig több határt adjunk fel, és jobban iparkodjunk tökéletesedni. És hát sose tudunk olyan tökéletesek lenni, hogy ez kielégítő legyen, és akkor az a gyakori válasz születik, hogy megpróbálom még jobban csinálni, meg arra gondolok, hogy ha a múltkor azt nem mondom, ha nem szólok, hogy már megint hova tette az okniát, hogy ha nem háborodok fel azon, hogy megcsalt, akkor talán a kapcsolat megmenthető lett volna. Miközben ez végső soron egyszer csak, ha ráébredünk, hát ez hülyeség. A bántalmazottság felismerése az egy elég sok fokozatú történet, tehát hogy az elején gyanújelek vannak, hogy most valami furcsa történt, nem egészen az történik, amit megbeszéltünk, nem úgy bánik velem, mint ahogy az elején mutatta, pláne nem úgy bánik velem, ahogy én kell, hogy bánjak vele, mert azon meg felháborodik. Tehát, hogy ezek ilyen nüanszok az elején, és aztán sokasodnak, és egyre több konfliktus, zavar, ciklikus, ilyen borzasztó feszültségek és veszekedések jönnek, aminek folytán azzal is meg leszek vádolva, hogy én vagyok hisztérikus, vagy intoleráns, vagy még ezt se, vagy azt se értem meg. És hogy közben a külvilág is eléggé furán tekint rám, nehéz elmagyarázni egy idő után a barátoknak, meg a szeretteimnek, hogy miért vagyok én ebben benne, hiszen annyira kétségbeesett állapotba kerültem sokszor. És hát, hogy ezen a lejtőn, ami ugye arról szól, hogy az önértékelésem épül szépen lefelé, nagyon sok stáció van, és bármelyik ponton természetesen felismerhetem, vagy léphetek. Nem ritkán van az, hogy egészen a mélyre kell jutni ahhoz, hogy valaki elszánja magát, hogy utána nézzen, hogy mi is történik vele, hogy ez egy milyen kapcsolat. Hogy fel kell adni azt, hogy ez egy szimmetrikus emberi viszony kölcsönös megértéssel, hanem hogy ez egy teljesen más viszonyrendszer, ahol csak használat és becsapás van. Nyilván hozzá kell tennem, hogy az emberi kapcsolatok egy részében ezek az elemek megjelennek, és a bántalmazás, mint téma, mivel felszínen van, és fontos, és divatos is, ezért sokszor olyasmiket is bántalmazásnak gondolunk, amik egyszerűen rosszul sültek el. Tehát vannak most túlzások nyilván, tehát van olyan, hogy két embernek nem sikerül valami, vagy tényleg az egyik becsapja a másikat, vagy megcsalja, vagy nem tud vele jól bánni. És ez könnyen bántalmazásként minősülhet, miközben lényegileg mégsem az. Bántalmazó az gyakran választ olyan személyt, aki nagyon értékesnek tart. Nagyon figyelmesnek, empatikusnak, jól működőnek, olyannak, akire büszkének lehet lenni. Csak hát borzasztó düh és irigység és féltékenység is van benne, és pont azt, amiért választotta a másikat, elkezdi benne lerombolni. Végső soron saját magát is kifosztva, mert hiszen így elesik azoktól a jó dolgoktól, amiért választotta a másikat, de rá fog haragudni ezért is, hogy nem bírta tartani a tempót, és nem tudta megtartani az önértékelését. Azt, hogy neki köze van ahhoz, hogy a másikat lerombolta, azt nem igazán látja be. Olyan emberek hajlamosabbak a bántalmazót beengedni az életükbe, akiknek vannak bizonytalanságai, mert noha nagyon teljesíteni akarnak az életben, igazából nem biztosak a saját elfogadhatóságukban, szerethetőségükben, és ezért hajlamosabbak az önfeláldozásra, a behódolásra, hogy olyasmiket engedjenek meg a másiknak, amit egyébként normál esetben nem engednének meg, mert azt gondolják, hogy ez a biztosíték a jó kapcsolatnak. És hát ha két ilyen ember összekattan, akkor az egy elég tartós kapcsolódássá válhat.
Hát még egy fontos dolgot talán érdemes mondani, hogy az, hogy valaki arról beszél, hogy őt mindig bántalmazták, és ő mindig áldozat volt, azért az annak a gyanúja is lehet, hogy ő a bántalmazó. Tehát amikor valaki úgy jön, hogy az összes exe egy őrült volt, aki őt kicsinálta, akkor az valószínűleg maga a bántalmazó. és hogy érdemes meghallgatni, hogy hogy is volt az, hogy miért is szakítottatok, és hogy is történt ez, és azért ott a zavarosság, az összefüggéstelenség, vagy az eltakart dolgok, hogy mondjam, egy kicsit úgy hát megérezhetővé válnak. A Jackson McKenzie könyv, illetve ez két könyv egyben, biztos, hogy nagyon jó kiegészítője annak, hogy valaki egy bántalmazó kapcsolatból kiszálljon, illetve felépüljön, mert hozzá kell tenni, a kiszállás is nagyon nehéz, de az utána való felépülés és az önbizalomnak és a többi emberbe vetett bizalomnak a visszaszerzése is komoly munka. Természetesen egy könyv az nem egy személy. Még akkor is, ha ez a könyv nagyon személyes, tehát nagyon sok segítség kell. Lehet, hogy terápiás segítség is, családi, baráti, mindenféle segítség nagyon elkér, és főleg annak a tudata, hogy nem vagyok vele egyedül, hogy van ilyen, hogy ez a dolog létezik, hogy ez mások is megélik, hogy azért vannak ilyen fórumok, stb. És hogy maga a könyv, ugye két könyv egyben a magyar kiadásban, és azt is megmutatja, hogy a Jackson McKenzie maga is fejlődött. Tehát még az első könyv az nagyon egy ilyen mi vagyunk a jók, ők a rosszak világot tükröz, a másodikban már nagyon árnyaltan veszi sorra, hogy tulajdonképpen mi magunk is hogyan bonyolódunk bele, vagy mi magunk is hogyan bánthatunk másokat. Tehát egy sokkal, hogy mondjam, számomra érettebbnek tűnő világ és emberképet tükröz, ahogyan ő is haladt az életkorral, nagyon sok tapasztalatot szerzett bántalmazottakkal, és nagyon sokat gondolkozott saját magán. Nagyon nehéz számokat mondani, hogy mi a bántalmazók lehetséges aránya a népességben. Én azt hiszem, hogy van esély arra, hogy találkozzunk bántalmazóval az életünk során, és hiszen tulajdonképpen nem arra számítunk az emberi kapcsolatokban, hogyha valaki nagyon jót próbál nyújtani nekünk, hogy ez egy átverés. Hanem hát azt gondoljuk, hogy ez igazi. Azt gondoljuk, hogy ebből valami jó születik. Szóval senki nem arra készül, hogy na, hol bujkál ebben a bántalmazó. Nyilván, aki már átélt ilyet, az már azért remélhetőleg egy kicsit hamarabb megszimmatolja, hogyha valami hasonló készülődik. Van egy diagnosztikai keveredés, hogy tulajdonképpen a bántalmazó az milyen diagnózishoz rendelhető. Ugye ezt gyakran a narcisztikussal azonosítják, de hát el kell mondani azt is, hogy a narcisztikusok egy jelentős része nem bántalmazó. Nem kellemes, meg válhat bántalmazóbbá, meg sok mindent lehet mondani, de nem egy az egyben megfeleltethető ez. Tehát a bántalmazók azok lehetnek borderline-ok, lehetnek narcisztikusak, lehetnek, ugye van az úgynevezett rosszindulatú narcisztikus, aki kifejezetten szeret kínozni másokat, és hát a pszichopatábbak, szóval egészen a súlyos antiszociális pszichopatáig eljutva, tehát ha diagnózisokon megyünk végig, azt mondom, hogy inkább a súlyos személyiségzavarok között kell keresni a dolgot, de maga a bántalmazás, azt én inkább fenntartanám arra a jelenségkörre, amikor valaki kifejezetten úgy van benne a kapcsolatban, diagnózistól függetlenül, hogy a nyereségre, a kínzásra és a másik folyamatos, az önérzetének folyamatos alásására építi a kapcsolatot, miközben azt játssza el, hogy ez nem is történik. És ez nem egy diagnózis, hanem ez egy mintázat, egy kapcsolati mintázat, ami nem teljesen egy az egyben feleltethető meg ilyen fogalmakkal, mint mondjuk a narcizmus. Nagyon nehéz kérdés, hogy a bántalmazó tud-e, illetve akar-e, elég motivált-e a változásra. Én ezt nem zárom ki, és azt sem zárom ki, hogy nagyon komoly munkával, nagy elszántsággal
a kevésbé súlyos esetekben valaki nagyon komolyan tudjon változni, és felismerje azt, hogy hogyan teszi tönkre a saját életét is, amikor másokét tönkre teszi, és hogyan kerül ő is nagyon nehéz helyzetbe újra és újra. Ugyanakkor azt be kell ismerni, hogy a bántalmazók egy része tántoríthatatlan, és nem hajlandó, illetve nem bírja elviselni azt a gondolatot tartósan, hogy neki köze van ahhoz, ami csinál. Tehát, hogy a bántalmazók egy része azt gondolja, hogy ezt ő fel van jogosítva arra, hogy ezt csinálja, illetve tagadja, hogy ő bármit elkövetne. A lényeg, hogy van kiút, hogy nem szabad megijedni attól, hogy ez az út, ez rögös, hogy visszaesésekkel jár, hogy az emberben újra támadnak illúziók, hogy újra reménykedik, újra belekeveredik, aztán kijebb jön kettő lépés előre, egy lépés hátra, ez nem tud másmilyen lenni. Muszáj nagyon sok segítséget kérni, minél kevésbé szégyelni azt, hogy ilyenbe belekeveredtünk. Bárki belekeveredhet, teljesen hogy mondjam, átlagos, szeretetreméltó, egészséges emberek is lépre mehetnek, és nagyon fontos sok segítséget kapni. Ez a könyv is nagyon hasznos, nagyon sok finom részletet tartalmaz, és minden segítséget meg kell ragadni.